amiben nagy, jelentősen különbözünk, úgy gondolom a többi cégtől, hát ez a gondos tervezés. Tehát mi úgy akarunk hálózatot építeni, hogy azt lehessen növelni sokkal nagyobb mértékben. Tehát nagyon sok ügyfélbe gondolkodunk, rengeteg ügyfél per állomásba, gazdaságos működésbe, üzemeltethető hálózatba. Tehát nem a pillanatnyi bekötése fontos, hogy most akkor éppen annak az ügyfélnek kijön a sávszélesség, hanem majd az ezredik ügyfélnek is jöjjön ki a sávszélesség. Olyan 700 településen körülbelül 700 darab állomásunk üzemel. Erről szolgálunk ki 22 ezer ügyfelet, amiből 18 ezer wireless és 4 ezer kábel tévés, illetve optikai. Ennek jelentős része a lakossági ügyfél, azonban van 4 ezer darab céges vagy közületi ügyfelünk is. Azok a szolgáltatók, akik nem tudnak ráfókuszálni ezekre, a minőségi szervizt tudjanak adni, azok igazából csak azzal tudnak érvényesülni, hogy olcsó szolgáltatást nyújtsanak, de azzal meg hosszú távú jövő nincsen. A kapacitás igény nem gigabites, akkor 5 GHz-es rádiókat használunk. Bármennyire lehet olcsó egy gerinckapcsolat, hogyha jitteres, állandóan újra küld a rádió, paketlosszos, akármi baja van neki, akkor akármilyen olcsó lehet, használhatatlan. Tehát a minimális szint az nekünk most a LIGO-ig jelenleg. Annál kisebb gerincet nem építünk sehova. Az az igazság, hogy kis átjátszótnak a kapacitása az tipikusan nem 500 meg 800 megabit, tehát nincs olyan kapacitás igény. Inkább az a legfontosabb, hogy szabadságos rádióknál, pláne ezek a TDMA rendszerű rádiók, ezek nagyon jitteresek, meg nagyon magas a latency rajta. És főleg, hogyha ezek össze vannak kötve egymással sorba, akkor nagyon jelentősen leromlik a egy szám mérhető TCP átvitel. Ezért nekem csak olyan rádiók jók, amik alacsonyan tudják tartani a latency-t, és nincs bennük jitter. LIGO-évet, amikor kiválasztottam, tehát maga a hardware infrastruktúra az nagyon robosztus, megbízható. Fémházas, fémtömbszerencés, megfelelő biztosíték van a rendszeren belül. Az egész rendszer úgy van kialakítva, hogy látszik, hogy ezt arra csinálták, hogy ez sokáig éljen. A kapacitás az rengeteg van benne, tehát 80 MHz-en. Azért ez az 5-600 megabit elérhető. Játszok vele a saját házamon is, mert a saját házamnak a gerincét is kicseréltem mikrotikről erre. És a mikrotik is AC és mikrotik volt, 80 MHz-en használtam otthon. Vidéken ez azért még elmegy. Meg se közelítette a kapacitásra, amit el tudtam érni a 80 MHz-en a LIGO-ével, tehát dupla kapacitás. Ugyanazon a csatornán sokkal-sokkal nagyobb kapacitást el lehet érni rajta. A pocket-based rádiók között a LIGO-é messze a legjobb, amit én teszteltem, bár nem teszteltem minden rádiót nyilván. Engem érdekel a technológia nagyon, tehát én azt szeretem, hogyha minél több finom részlettel elhámoznak engem. És voltam idén kín náluk, megnéztem a gyárat, meg a fejlesztőket, hogy hogyan néz ki ez az üzem. Rendkívül pozitívak számomra, ez az egyetlen olyan cég a világtörténelem során, ami feature requestet kértem tőlük, az gyakorlatilag néhány hónapon belül egy komplet release-be kiadták. Például lehet állítani most már rajta ATPC target levelt, lehet állítani maximum modulációt, lehet limitálni, hogy ne menjen föl 256 QAM-ra fölöslegesen egy vonal. És ha vissza tudod venni a maximum modulációt, akkor stabilabb vonalat tudsz kiadni. Fölösleges a kapacitása 400 megabit, akkor elég 200 megabit is, de az legyen stabil. Úgyhogy ez nagyon pozitív, tehát ezt rendkívül szeretem, amikor egy gyártó meghallgatja, amit kérek és megcsinálja, hát ez non plus ultra, ez nagyon ritkán van így a világban. A másik, ami nagyon fontos az eszközben, hogy nagyon fejlett az architektúrája, és rendkívül keveset fogyaszt. Na most, a fogyasztás az nem csak olyan szempontból fontos, hogy gazdaságilag hát keveset fogyaszt, kevesebb a villanyszámla, mert ugye összességében nem nagy a villanyszámlája egy állomásnak. Azonban, amikor akkumulátoros átidolás van, tehát nincs villany az állomáson, nem mindegy, hogy egy rádió 4 wattot fogyaszt, 5 wattot vagy 50-et. Tehát az, hogy gyakorlatilag az eszköznek kicsi a fogyasztása, akkor kisebb szekrényelég, kisebb akkumulátorpakkelék, nagyon sok szempontból racionálisabbá teszi a működését az állomásnak. És ez tipikusan egyébként a gerincházati eszközöknél, főleg a licenszert mikroknál probléma, hogy sokkal többet fogyasztanak, mint ezek a szabadságos rádiók. Ez még a szabadságos rádiók közül is a legkevesebbet fogyasztja a gerinc bridge-ek közül. Tehát mondom, ilyen alapban ilyen 5 watt alatt fogyaszt az eszköz, ha jól emlékszem. Gyakorlatilag most a házban legalább 50 szakasz üzemel már, és teljesen problémamentes. Tehát nem kell újraindulgatni, nem kell belépegetni rá, nem kell renni. Tehát ez fölrakjuk és működik. Tehát ez a legfontosabb tulajdonság egy rádiónak, hogy fölrakjuk és ne kelljen hozzányúlni, ne kelljen emberi erőforrás arra, hogy állítgassuk, kattingassuk, frissítgessük, rebootolgassuk, ez nem működik egy ekkora hálózatban. Eddig egész addig nincsen gond, amíg az ügyfél nem mondja, hogy gondja van. Gyakorlatilag ezekkel az eszközökkel lényegesen tudtuk javítani a kisállomásoknak a gerinchálózati kapacitását. Sokkal stabilabban működik, mint az eddigiek.
kevesebb ügyfél van, boldogabb ügyfélszolgálat, boldogabb szerelők, boldogabb mindenki.